Közgyűlés tartotta a Magyar Olimpiai Bizottság, ahol számos fontos kérdés került napirendre. Többek között pénzügyi kérdések az univerziád és a nem olimpiai sportágak világjátéka, aki a részletekről tájékoztat bennünket, Szabó Bence, a MOB főtitkára. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kezdjük azonban egy aktuális kérdéssel, hiszen a mai nap nagyon-nagyon fontos mind a Magyar Olimpiai Bizottság, mind a Nemzetközi Olimpiai Bizottság életében, ugyanis a Végrajtó Bizottság ma dönt azokról a sportágakról, amelyeknek esélye marad, hogy az olimpiai programba bekerüljenek, vagy ott maradjanak, és itt hát magyar szempontból kiemelten fontos a birkózás helyzete. Ön hogy látja, milyen esélyei vannak a birkózásnak? Igen, hát egy picit összefoglalva a történteket, tehát pillanatnyag úgy nézett ki a helyzet, hogy hét várakozó sportág volt, a, amely az olimpia műsorára kérte a felvételét, és ezekhez tették vissza a birkózást, így összességében nyolc sporták közül fognak választani, de most egyenlőre még csak az fog történni, hogy a, a bizottság ebből a nyolc sportágból három-négy sportágat fog javasolni a közgyűlésnek, hogy ki az, aki bekerüljön az olimpiai műsorára. Patrick Hickey az Európai olimpiai bizottság elnöke nemrégiben elnök úr Borkai Zsolt vendégeként itt járt nálunk az olimpiai bizottságnál, és ő azt mondta, hogy ez tulajdonképpen egy wake up call, egy figyelmeztetés volt a birkozás számára, hogy egy kicsit változtassanak a, a szabályokon, és hogy egy kicsit jobban médi, médiatizálják a sportágat. Én azt gondolom, hogy ezt elvégezte a birkózás, mint sportág és jó esélyekkel pályázik arra, hogy visszakerüljön az olimpia műsorára. Összefogásról, hatalmas erőfeszítésekről lehetett hallani. Többek között az amerikaiak Iránnal összefogtak, hogy maradjon például a, a birkózás az olimpiai programban. Elég lesz ez az erőfeszítés? Hát igen, ez példaértékű és itt látszik, hogy a, a, a sport és a politika mennyire külön választható és mi reménykedünk abba, hogy, hogy, hogy hát az is, amit mi hozzátettünk, mint a Magyar Olimpiai Bizottság, írtunk az összes ö, ö, olimpiai bizottságnak, írtunk az összes noptagnak egy-egy levelet, Borkai Zsolt és az én aláírásommal a birkozás érdekében, és hát mindenki, a nemzetközi diplomatáink, Schmidt Pál Aján, Tamás, mindenki rengeteget próbálta maga szintjén tenni ezért, és hát ma úgy számoljuk, hogy ma délután olyan 5 óra, 6 óra környékén kerül ez napi rendre, és addigra okosabbak leszünk. Sokan úgy vélik a sportág szereplői résztvevői közül, hogy a birkózásnak létkérdés. Tehát, hogyha kikerül az olimpiai programból, akkor mintha a sportág meg is szűnne. Hát igen, ezt azok a sportágok, amelyek várakoznak, hogy, hogy, hogy olimpiai sportágok legyenek, azok ezt ezt érzik. Gondolok itt például egy karatéra, amely egy nagy létszámot megmozgató sportág, de hát azért érzik azt, hogy hogy az olimpiai sportágoknak csak nagyobb jelentősége van, és egy olyan sportág, ahol ezt megszokták, az visszakerül a nem, a nem olimpiaiak közé, az bizony egy, egy komoly karcsapás lenne a sporták számára. Hát mondjuk, hogy két vára fektetnék a sportágat. Igen. Térünk át a közgyűlésre. Melyek voltak a legfontosabb témák ezen a közgyűlésen? Hát a közgyűlésen először is hát a Magyar Olimpiai Bizottság ugye perben áll, dr. Török Ferenc tiszteletbeli mobtag beperelte az Olimpiai Bizottságot, és hát azért azt el kell mondani, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság Két nagyon fontos dolgot tűzött a az zászlajára, azt, hogy jogkövető magatartást folytassunk, és hogy a törvényességet betartsuk. Hát ez a, a tavalyi évben egy, egy eljárási hibát követett el az Olimpiai Bizottság, ezen nincs mit szépíteni, hiszen 30 nappal a közgyűlés előtt ki kell küldeni az anyagokat, és ez 26 nappal történt meg a közgyűlés előtt. Tehát ez az eljárási hiba, mi a első fokon a bíróság elmarasztalta az olimpiai bizottságot, nem jogerős lesz, még másodfog, és ezért a per miatt a felügyelőbizottságunk, a MOB elnöksége és a, és a MOB elnöksége javaslatára a közgyűlés megerősítette azokat a határozatokat, amelyet a 2012-es közgyűlésen hozott az olimpiai bizottság. Tehát azt mondhatjuk, hogy érdemben tulajdonképpen a felügyelőbizottság a MOB elnöksége és a MOB közgyűlése is megerősítette azokat a döntéseket. És utána persze hát tárgyaltuk a 2012-es évnek a zárását és a 2013-as költségvetést, és hát utána az utolsó napi rendi pontnál, alapszabálymódosításoknál sajnálatos dolog történt, hogy, hogy a a MOP közgyűlésének hmm. uh, ugyan a létszáma is épp hogy csak megvolt, tehát épp hogy csak határozatképesek voltunk és uh, hát egy-két fegyelmezetlen uh, MOP sajnos uh, elment a közgyűlésről, így az utolsó napi rendi pontnál, mikor a közjegyző jelenlétében megszámoltuk a küldötteket, akkor sajnos nem voltunk határozatképesek, úgyhogy most egy újabb uh, rövid kis közgyűlést össze kell hívnunk. Lehet valami megoldást találni, hogy a mob tagok ott legyenek a közgyűlésen? Igen, van egy javaslatunk, ez is egyébként a, az alapszabálymódosítások között szerepel, hogy a, amelyik küldött háromszor egymás után nem jön el, az automatikusan kizárja magát. Én azt gondolom, hogy ez egy jó, jó döntés, hiszen azért az, hogy, hogy valakit moptagnak választanak, és a, a magyar olimpiai mozgalmat azért tisztelje meg annyira, hogy hogy legyen ott a közdüléseken, vagy ha nem fontos neki, akkor ne jelöltesse magát. Említette a költségvetést, valamennyivel kevesebb összegből a gazdálkodhat a szervezet, mekkora ez az összeg, és mi ennek az oka, hogy, hogy kevesebb pénzük Hát a, tavaly ugye az olimpia éve volt, azt ne felejtsük el, tehát akkor azért ö, egy kicsit ö, nagyobb támogatást kaptunk. Nem panaszkodhatunk, a, a kormányzat az abszolút ö, támogatja a sportot, hiszen most várjuk azt is, hogy majd ö, a, a kiemelt sportágaink egy plusz forráshoz is juthatnak és ahogy miniszterelnök fogalmazott, a labdarúgás és a tao sportágak rendbetétele után a, a kiemelt hagyományos magyar sportágak következnek. Egy picivel mondom, kevesebből tudunk gazdálkodni, de én, én azt gondolom, hogy nem panaszkodhatunk. Ez mikorra várható, hogy a kiemelt sportágok komolyabb támogatást kapnak? Hát pillanatnyilag ugye a zárolások miatt szerintem van fontosabb dolog is az ország életében, de mi bizakodóak vagyunk, hiszen ez, ez alapvetően, amikor tavaly októberben elkezdtük gyártani a, az anyagokat erre vonatkozóan, és kiválóan együttműködtünk az EMI sport államtitkársággal, és, és hát akkor is már úgy számoltuk, hogy tulajdonképpen ez júliustól indulhatnak ezek az új programok. A közgyűlési beszámolók szerint elsősorban az Univerziádé csapat aggódik azon, hogy kisebb lehet majd a létszám. Hát az univerziáldi az egy érdekes dolog, igazából nem hozzánk tartozik, de az olimpiai bizottság természetesen támogatja, hogy az Univerziádé csapat kiutazzon, ezt 20 millió forinttal támogatjuk, valamint azzal, hogy a teljes univerziádé csapatot adidas felszerelésekkel az olimpiai bizottság fogja felszerelni, és mi azt gondoljuk, hogy ez, ez sok sportákban, és ez sporták specifikus, ez egy, ez egy kiváló sport értéke is van, egy kiváló rendezvény, amire hát a, a szövetségeknek is valamilyen szinten be kell szállni, és azok a szövetségek, akik ezt fontosnak tartják, azok igenis anyagilag is támogassák ezt a kiutazást. Szintén szóba került a nem olimpiai sportágak világjátéka, amelyet Kalibar rendeznek meg idén. Ott mekkora magyar csapat szerepelhet várhatóan? Hát igen, a, a, a magyar, teljes magyar csapat, tehát ott Aki harca, az a, az a különbség a, a kettő között, hogy az univerziádéra nincs kvalifikáció, míg a, a, nem olimpiai sportág világjátékára van, és hát itt ö, volt egy kis ö, probléma, ugyanis a, a mobnak a költségvetésébe ez ö, úgy ö, kifejezetten soron nem szerepelt, mert ez régen ez a feladat, ez a, ez a NSS-nél volt, és ugye az NSS-nek, a Nemzeti Sportszövetségnek a megszűnésével mi vagyunk a jogutódók, viszont a forrást azt nem kaptuk meg. Úgyhogy hát végül is a, a saját pénzünkből, a versenysport sorról, illetve hát az emmi is egy plusz forrást fog biztosítani, ebből azért össze fog jönni, hogy a teljes magyar küldöttség megfelelő módon ki tud utazni. Áprilisban, amikor nálunk járt, utoljára említette, hogy sokkal szigorúbb gazdálkodása és sokkal szigorúbb elszámolása van szükség a magyar sportágaknál, a magyar sportolóknál. Hogy látja most ezt a kérdést, mennyire sikerül ezt megvalósítani? Hát érzik a szövetségek azt, hogy, hogy azért más világ van, és hogy, hogy jobban oda kell figyelniük mindenre, de hát ez a Magyar Olimpiai Bizottságnak is az érdeke, hiszen minket is az államtitkárság felügyel, és, és górcső alatt vagyunk, hatalmas összeget kezelünk, tehát több mint 10 milliárd folyik át ugye az olimpiai bizottságon, de hát mindenkinek be kell tartania, és a jó követő magatartást, azt még egyszer hangsúlyozom, tehát az, 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 egy nagyon fontos dolog, és hát az elszámolásokba a pénzügyi fegyelmet is be kell tartani. Hát van, vannak olyan szövetségek, ahol ez egy picit nehezebben megy, és ráadásul január 1-től egy olyan törvény jött, amely hát az olimpiai bizottságnak egy nagyon nagy nehézséget okoz, hogy az állami pénzekkel 30 napon belül, ha nem tud elszámolni a szervezet, akkor vissza kell utalni a minisztériumnak. Amit tulajdonképpen én megértek, hogy ne ott kamatozzon a, a, azon a helyen, ha nem menjen vissza a, a, az államkasszába, én ezzel egyet tudok csak mi nem tudunk 30 nap alatt ilyen gyorsan elszámolni ezekkel a pénzekkel. Tehát kértük is az NGM-et, hogy ebben az ügyben majd legyen a segítségünkre, hogy itt valami módosítás legyen. Van valami eszköz egyébként a MOK kezében, hogy aki, aki nem tartja be ezt a szigorú elszámolást, szigorú költségvetést, valamilyen szankciót foganatosítson? Hát van, van olyan szövetség, akinek a, a gazdálkodását, pillanatnyilag a támogatásokat fel is tudjuk függeszteni és akkor, hogy a magyar sport ne sérüljön, direkt be az bizottság finanszírozza a, például az utazásokat vagy az egyes versenyeket, de ez azért nem jellemző, mert egyre inkább Érzik a szövetségek, hogy tényleg azért itt, itt fegyelem van, és, és meg kell felelni a dolgoknak. Azt el lehet árulni, hogy melyik szövetség, vagy nem? Nem ö, szeretném, mert mert most pillanatnyilag ö, jó irányt vettek a dolgok, úgyhogy most nem szeretnék itt senkit befeketíteni. A múltról esetleg beszéltek, hogy volt erre példa, hogy a, az Úszó Szövetségnek a finanszírozását például az olimpia előtt direkt be a a Magyar Olimpiai Bizottság csinálta. De hogyha ez javuló tendenciát mutat minden szövetségnél, akkor úgy gondolom, hogy elérte a hatást a, a MOB, amit szeretett volna? Hát mondjuk azt, hogy jó úton haladunk. Ugye a következő feladat akkor a rendkívüli közgyűlés? Igen, ennek meg is van az időpontja, hiszen az alapszabályunk szerint 15 napon belül újra kell összehívni a közgyűlést, és ez jövő hétfőn 11 órakor lesz, úgyhogy ez. Egyúttal egy felhívás is, kedves modtagok, hogy mindenki legyen szíves fáradjon el, és erre a maximum 15 perces közgyűlésre, ahol csak az alapszabályról szavazunk, legyen meg a létszám. Köszönöm szépen, hogy nálunk járt is tájékoztatott bennünket, jó munkát a továbbiakban. Köszönöm is. szépen a